5 perc telik el a találkozóból, Sakai már lőtávolon belül, ő a paszt választja, Castillo lefordul a védőjéről és 1-0-ra vezet a Debrecen a 30. percben. Pogačić Krisztián elég hamar letérdelt a földre, majd látjuk a lassításból, hogy miért tett így, Castillón tölegetik a társak, Sakai passza nagyon pontos, Castillo nem elsőre, hanem csak másodikra lőtt, Pogačić pedig a bal alsó sarkot védte, oda számított, hogy odaérkezik a lövés, Fiola próbált blokkolni, nem sikerült neki, a labda pedig a hálóban kötött ki. Az előny tehát a Debrecennél. Második szándékból meglehetősen ütemtelenül rúgja el a játékszert Castillón, Pogačić már verve van Fiola lába alatt.